Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, régi és új hallgatót itt a Kemény Idők podcastben. Az én nevem Vosztri Ferenc, és mai vendégem Tóth Csaba, az NLC filmkritikusa. Szia Csaba! Szia Feri, sziasztok! A mai témánk az a Volt egyszer egy vadnyugat, amiről majd szót is fogunk keríteni természetesen majd később, de először megkérdeznélek téged Csaba, hogy amit mostanában a vendégeimtől általában, hogy mi az, amit láttál, olyasmit, amit ajánlanál az utóbbi pár hétben, és mi az, amitől eltiltanál embereket? Hát mostában így elég sok mindent láttam, annak köszönhetően, hogy voltam hát 6 napot a Berlinálen, szóval azért nem tudtam annyi filmet nézni, mint máskor, mert általában 7-8 napra szoktam menni, csak most egy kicsit kevesebb fér bele. De ez akkor is nagyjából egy bő 20 filmet jelent. Láttam most a frissek közül láttam a Dűne 2-t is, de szerintem arról amúgy is rengeteg helyen beszélnek, és rengeteget ezért attól, hogy eltekintenék, meg nem is vagyok annyira odaérte. Szóval. Ettől függetlenül azért én megkérlek, hogy egy pár mondatot mondj róla, hogy mi a véleményed. Csak egy röviden. Én az elsőt nagyon nem szerettem, de ennek nyilván az is köze van, hogy ilyen igazából ilyen félfilm volt, meg egy ilyen nagyon hosszúra nyúlt, borzasztó hosszúra nyúlt expozíciót kaptunk, és így azt éreztem, hogy ez nem egy sorozat pilot epizódja, szóval az mégis egy film, és éveket kell várni, még ha egyáltalán létrejön a második, szóval itt ez a hiba a másodiknál nem áll fenn, de attól még továbbra is azt tartom, hogy amit pont amiről veled azt hiszem Twitteren volt egy ilyen threaded azzal kapcsolatban, amit néhány hülyeséget mondott a Villeneuve, hogy a dialógusok azok megölik a filmet, vagy valami ilyesmi. És hogy szerintem ő is akkor volt jobb, amikor voltak normális dialógusok a filmjeiben. Hát például a Sicario az egy nagyon-nagyon jó film, és ez egy korai filmje, viszonylag korai. Hát a Hollywoodiak közül korai, igen. És szerintem a Prisoners is egy elég dialógusban gazdag film volt, és szerintem az is egy nagyon-nagyon korrekt thriller volt a maga idejében. Nem néztem újra, hogy most mennyire tetszene, de annak idején szerettem. És a Dűne 2-ben is továbbra is érzem ezt a kicsit ilyen pose filmnek érzem ezt az egészet, és lehet azzal védekezni, hogy mindent a Star Wars és a többiek a Dűnéből vettek, de amikor valaki 2024-ben adaptálja a Frank Herbert regényét, szerintem tisztában kell lennie azzal, hogy igen, ezt a regényt, hogyha nem is adaptálták jól, vagy nem csinálták meg azóta jól, de szarrá rabolták. Szóval tényleg mindent kiszedtek belőle, és megmutatták 1000 helyen, és hogyha valamit, szerintem akkor ezek szerint változtatni kéne. Például szerintem 2024-ben az már egy kicsit röhelyes fogás, hogy valakit úgy ábrázolsz gonosznak, hogy megöli a sorra a saját embereit, akik csúnyát mondanak neki. Mert ez egy elhasznált fogás. Darth Vader már 50-szer megcsinálta. És például ez ilyenek miatt én tudok haragudni, mert szerintem ez egy lustaság. Ezt nem kötelező átvenni, még hogyha most nem akarok hülyeséget mondani, nem tudom, hogy ez volt az eredeti könyvben. De most a Harkonnenekről van szó? Igen, így a Harkonnen vezérek jönnek, és így nem tudom, hány saját emberéket nyírják így dühükben ebben. Ráadásul egy részben többször elmerik ezt lőni, szóval nem is az, hogy egyszer, hanem többször. Az ilyenek zavartak, zavar az, hogy a főhős igazából, lehetne ezt így azt mondani, hogy árnyalás az, hogy most ő hős vagy nem hős, de szerintem ahhoz kép, azon kívül, hogy a Harkonnennek nagyon-nagyon csúnyán néznek ki, gyakorlatilag a Villeneuve elérte azt, hogy így azt mutattam, hogy igazából a Paul Atreides sem sokkal külön náluk. Szóval, csak ez az a baj, hogy így nem tudom, most tényleg azért, mert őt az jó képű Timothée Chalamet játsza, és a jó, oké, ott is ott van a túloldalon a jóképű Austin Butler, de csak el van csúfítva. De valahogy nem érzem azt, hogy most tényleg egy ilyen vallási fanatikus vezérnek akarok szurkolni. És a dilemmák inkább csak szóban léteznek benne, amik a benne lévő dilemmák, hogy ezt a szerepet elvállalja. Folyamatosan beszél róluk, de közben túl egyértelműen lép azokba az irányokba, amik erre az útra viszik. Hát a könyvekben a Paul Atreides-nek a figurája olyan szempontból változik, hogy elfogadja a saját helyét, tehát elfogadja a sorsát, hogy ő lesz egy istenné válik szép lassan, és ehhez adjusztálja a személyiségét is, tehát igen, lesz ő kegyetlen, és olyan túlságosan sokban nem fog a Harkonnenektől tényleg, ahogy mondtad, különbözni.
Ezzel nekem olyan különösebb problémám nincsen, inkább azzal van, hogy a Chalamet-től ezt nem hiszem el, hogy ezt ő elhozza. Igen, nekem is olyan túl egyértelmű, szóval szóban léteznek a dilemmák, mondja a karakter a szövegben, hogy ő ezt nem szeretné, és a többi, de közben nem érzem azt, mert túl egyértelműen fogadja el a sorsát. Meg ugyanez, ez a sivatagi nép, hogy is hívják őket, Fremenek? Vagy, Fremenek, igen. igen, bocsánat, igen. A Fremenek túl gyorsan válik azzá, és túl egyértelműen, egy percig nem hiszed el, hogy itt lesz, és a repetitív a film, hogy jönnek az újabb és újabb próbatételek, és akkor utána megint ő teljesíti őket cson nélkül, és akkor utána megint a népcsoporti részei meghallja előtte, hogy igen, ő a messiásunk. És valahogy ez nekem így repetitív és kevés. Van egy csomó, most tényleg a hibáit sorolom, van egy csomó erénye is a filmnek, szóval ez nem egy szar film, vagy nem egy rossz film, csak nekem nem ad annyit, hogy én most így kiemeljem azt, hogy ez egy mekkora fantasztikus blockbuster, és hogy és szóval én úgy jöttem ki a moziból, hogy így el voltam rajta, de ennyi. Szóval csak tudom, hogy a legtöbb embernek ez egy fantasztikus nagy élmény. Engem pusztán a látványelemek nem tudtak annyira feldobni, hogy ezt ebbe az irányba elsodorjam. Nekem a legfontosabb kérdés, hogy van annyira unalmas, mert a második részt nem láttam. Van annyira unalmas, mint az első rész, mert az nekem embertelen unalmas volt. Annál az egy cselekménydúsabb, szóval mondom, annál jobb. Értelemszerűen annál jobb, nem sokkal jobb, de jobb. Jó, hát hétvégén azt hiszem, hogy most van a bemutatója, vagy jövő hétvégén. Igen, most egészen konkrétan tegnap volt, igen. Magyar nép is meglátja, hogy mi a helyzet a Dűne 2-vel. Egyéb filmek, amiket esetleg láttál, amit ajánlanál? Kezdjük azzal, amit tényleg, hogy az ellenségemnek se kívánnék. Ez a volt Berlinben, az a The Empire, Le Empire című francia film, ami egy Bruno Dumont nevű francia alkotónak, aki Cannes-ban rendszeres visszatérő szereplő, a Star Wars paródiája. De úgy képzeljétek el, hogy gyakorlatilag mintha egy űrgombákat mozivászonra tettek volna. Szóval a YouTube-on, hogyha beiratod Star Wars paródia, garantáltan különbeket fogsz találni bármikor, és ezt kivetítették versenyfilmként a Berlinale Palace-nak a vásznára. És a franciák, elnézést, hogy állandóan köhögök, de elég valószínű, hogy covidos vagyok, és így abban a következő egy órában lehet, hogy úgy hangzik majd, mintha ki akarnám okádni a tüdőmet. Jobbulást. Köszönöm szépen. A franciáknak bejött a film, mert a franciák nagyon furcsa emberek, tehát lehet, hogy az ő ízlésüknek megfelelt. Ezt így egészen konkrétan azért nem tudom, mert hogy nyilván a németeknél voltunk is, most az, hogy ott jaj, de hülye vagyok, nem olvasok francia nyelvű. Nem olvasok francia nyelvű kritikákat. Nem. Az én kérdésem volt a hülye, mert a Kant volt az agyamban, és hát nem Kant volt. Ja, mondtam, hogy említettem is Kant, mert a Bruno Dumont filmek általában Kantban szoktak lenni, és ez most kivételesen Berlinben mutatkozott be. De hát figyelj, annyit tudok, hogy ez volt az egyetlen film, amiről kijöttem a fesztiválon, egy óra után ott hagytam. Ebben a közjátszott nyilván az is este 10 órás vetítés volt, szóval és úgy voltam, hogy ennél aludni sokkal jobb. De azért láttam még, hogy jönnek ki emberek, és másnap sokakkal beszéltem, akik így ők se értették, hogy ez mi a franc akart lenni. Tehát tény, hogy Dumont-nak amúgy is van egy ilyen furcsa, különleges humora, de eleve 2024-ben Star Wars paródiát készíteni szerintem tényleg csak akkor szabad, hogyha valami nagyon... Szóval annyi volt már, ilyen kicsi, nagy, mindenféle. De ez frankon, tehát nem csak science fiction paródia, hanem Star Wars paródia? Nem annyira direktben, de az egészen érzed a Star Wars-nak hatását. Konkrétan lézerkardok vannak benne, szóval. Hát akkor igen. Szóval nagyon sok mindenben. Hát meg ez a cím is az a The Empire, szóval nem... Nem annyira árulzsákba macskát. Szóval ez az, amit így azt mondom, hogy semmiképp se soha, és ez lesz magyar forgalmazásban, csak szólok. Természetesen. Igen. Amit én szerettem, hogy volt egy szintén francia film, az volt a cím, Meanwhile on Earth, és van egy animációs filmes rendező készítette, akinek a Netflixen azt hiszem az a címe, hogy I Lost My Body, és magyar címe talán az volt, hogy Keresem a testem. Ez egy meglehetősen jó animációs film volt, és ez az élőszereplős bemutatkozása, és egy nagyon kreatív testrablós moziról van szó. Egy kis csajról szól, akinek a bátyja űrhajós lesz, és egy a küldetés során eltűnik, és ő pedig a Földön egyszer csak elkezd tőle hallani ilyen távolról jó üzeneteket.
És mint kiderül, valamilyen lények, egy idegen életforma fogságába került, akik gyakorlatilag testrablók, és új testet keresnek maguknak, és visszaadják neki a bátyját, ha a Földön garantál nekik 5 darab testet, de csak 3 napja van, hogy ezt 3 napja van, hogy ezt megcsinálja, mert utána az átjáró, amin át tudnak jönni a Földre, bezárul, és soha nem nyitódik ki, és akkor a bátyja sem kapja vissza. Szóval, és ez a dilemma, hogy hogyan szerez, úgy, hogy megér-e egy darab élet, 5 darab életet, bízhat-e bennük, hogyan csinálja ezt, meg lehet-e erkölcsileg helyes döntést hozni, amikor olyan embereket hozol oda, akik tudod, úgymond szerinted megérdemlik ezt, hogy elvegyék tőlük az életet, és ezekkel tök jól játszik, és ezt nagyon bírtam, ezt a filmet, szóval ezt tudom ajánlani mindenképp. Aztán egy nagyon nagy marhaság volt a Saskatch Sunset. Erről hallottál? Hát hallani nem hallottam, de a címe alapján, tehát a Sasquatch az a kb. Yeti. Hát igen, a nagy lába, Yeti, Na, a igen. Bigfoot, igen. Sunset, jó, oké. Ez a... Figyelj, én a Cocaine Bear után már semmi nem vagyok meglepődve. Szóval ez egy áltermészet film, Jó hangzik, viszont ami jó hangzik. úgy kezeli, mintha mondjuk teszem azt, egy természetfilm, a National Geographic mondjuk egy víziló családot filmezne egy éven keresztül. Ez azt mutatja be, hogy milyen ezek a szaszkacsok léteznének, és egy természetfilmes csapat egy éven keresztül filmezte volna, hogy milyen az életük. De mondd, hogy ez többé-kevésbé azért komédia. Ez nem többé-kevésbé, ez 90%-ban Ja, jó, komédia, akkor jó. méghozzá rendkívül mocskos fajta. Tényleg ilyen ősembereket képzeljétek el, és az a legdurvább az egészben, hogy a Saskatchi jelmezekben ismert sztárokat is bújtattak, akikből semmit nem látsz és nem hallasz, mert csak morognak. Megmondom És őszintén, én már most nézném ezt a filmet, ezek figyelj, alapján. én rohadtul jól szórakoztam rajta, nagyon elborult cucc. Tényleg így elképesztő az egész, és közben még az a biztos, hogy még szíve is van a dolognak, szóval nem csak ilyen trágár poénokkal van tele, hanem közben van ilyen mögöttes tartalma is, de ez olyan, hogyha akarod, csak röhögsz rajta, de ha kicsit érdekel, vagy kicsit bele akarsz gondolni, akkor bele lehet, mert van mögötte más is, nem csak ennyi. Szóval Jesse Eisenberg és Riley Oh. Keough van például a Saskatchi jelmezek mögött. Hogyha nem olvastad a nevüket, akkor igazából soha nem hiszed el, Ezt erről tudni, hogy ezt hozzák-e hozzánk? mert nem jelentette be még egyetlen forgalmazó sem, de azért azt tudom mondani, hogy valószínűleg elég réteg humort képvisel, szóval nem vagyok benne biztos, hogy ezt igazán egy tömegek fogyasztanák. Érdekes lehet még így műfaji filmes szemmel, szerintem a Devil's Bath című osztrák film. Ez annak idején láttad a Good Night Mamit? Láttam, igen. Na, annak a rendezőpárosnak ez az új filmje. Igen. Azt gyűlölted ezek szerint? Figyelj, nem szeretem az egy gimmickre épülő filmeket, ami valami teljesen másnak próbálja eladni magát, és az volt. Ebben is van ilyen, mert kicsit ilyen, sokáig ilyen ezen akar látszani, van a Robert Eggers féle The Witch, a boszorkány. Sokáig ahhoz próbál hasonlítani, csak az a nagy különbség, hogy még a boszorkány idő után vállaltan elindult a természet felett irányába, ez pont a fordított irányt választja, hogy lebegteti, hogy a természet, hogy talán természet felett irányosak állnak a dolgok mögött, aztán egyszer csak ilyen kőrealistává válik. Hát ez Szóval, kb. A Goodbye Mamiba is ez volt igazából. Igen, itt is hasonló, de nagyon érdekes a jelenség, amit bemutat, 1750-ben játszódik, akkor, és hogy azt a jelenséget mutatja be, hogy hogyan kezelték akkoriban, hogyha valaki depressziós volt. De ilyen az öngyilkos és az öngyilkosság gondolatával játszott, és hogy akkoriban az öngyilkosság a legmegbocsáthatatlanabb bűnnek számított az emberek szemében, és ezért sok nő azt a megoldást választotta, hogy inkább megölt valakit, jellemzően egy gyereket, mert az könnyű volt, hogy azért, hogy kivégezzék őt, mert a kivégzés előtt gyunhatott, és akkor nem feltétlenül jutott pokolra a hite szerint. És a film nem állít, szóval ilyen szempontból nagyon egyértelmű iránymutató, hogy merre visz, mert az elején egy olyan idézete kezdődik, ami így elmondja, hogy körülbelül mire számíthatunk. Csak ezt az utat mutatja be, ami egy nőnek az útja eddig a pontig, hogy eljusson, ezt mutatja be rendkívül kegyetlenül. Szóval ilyen szempontból Figyelj, érdekes film. érdekesnek hangzik, meg kevésbé olcsón becsapósnak, mint a Goodbye Mami volt. Az a bajom azzal a filmmel. Hogyha ezt jól megcsinálják, hogyha nem viszik el
túlságosan ízléstelenbe, és most nem a góról beszélek, hanem arról, hogy lealacsonyítja ezt a témát, akkor lehet, hogy jó film, mert hát neked is tetszett. Szerintem komolyan veszi, kellően komolyan veszi a témáját ahhoz, hogy csak annyi, hogy nyilván igyekszik úgy horrorisztikus elemeket beletenni, tudod, hogy nem ijeszget, hanem inkább tényleg ilyen nagyon naturálisan kegyetlenül mutatja be a lefejezésektől kezdve a rothadó holtest kidobása a dökkútba, meg ilyenek, tudod, hogy ilyen. Azzal semmi probléma. És akkor még mondjak egy műfajt, ez is lesz Magyarországon, az a cím, hogy Love Lies Bleeding. Ez a, nem tudom, láttad-e, volt ez a Saint Maud című brit horror, annak a rendezőnek az új filmje, de ez nem horror már. De van benne egy-két gore elem legalábbis, szóval ennyi azért horror szempontból van, de ez egy ilyen nagyon amerikai cucc, kicsit olyan, mint a Coen-féle véresen egyszerű kevernéd a Drive-val, meg kis Thelma és Louise is van benne. Annyi, hogy nekem az volt a bajom vele, hogy annyira filmes idézett gyűjtemény egy idő után, hogy kicsit így azt éreztem, hogy az alkotó inkább azzal szórakozott, hogy tudja a kedvenc filmét így egy filmben megidézni, és ez szórakoztató is, de közben valahogy azt érzem, hogy a filmnek a rovására, ez a saját egyéniség kialakulásának a rovására ment. Amúgy egy ilyen leszbikus párról szól, egy testépítőről és a barátnőjéről, akik így ilyen bűn esetben belekeverednek, és az egyiknek az apja egy helyi bűncézzel, akit Ed Harris játszik így elképesztő frizurával, itt tényleg ugye a világ legröhelyesebb parókája, de szándékosan. És a Kristen Stewart az egyik főszereplő, és ő az, aki így beleszeret ebbe a bodybuilder csajba, aki így fejet tud letépni az puszta fizikai erejével. Szóval a kest az elég jó. Szóval ilyen szempontból jó dolgok vannak benne, és szerintem még bármi, gondolkodom, hogy van-e még egyet. Amiről beszéltünk Twitteren, az a film, az a TV Glow, vagy valami ilyesmi. I Saw the TV Glow. Igen. Igen. Na, szóval tudom, hogy te nem szereted azokat a filmeket, amik valamiféle allegóriák, nem? De én szeretem az allegóriákat. A trélere alapján ez a film, ez egyfajta science fiction horrornak akarja eladni magát, és te mondtad nekem, hogy igazából egyáltalán nem az. Biztos, hogy nem horror, nem is nagyon próbál ijeszgetni. Annyiban, hogy felidézi egy 90-es évekbeli fiktív sorozatot, ami kicsit a Buffy a vámpírok rémére próbál hasonlítani, és ezek a természetfeletti elemek, amiket beidéz, mint a Buffyban is voltak ezek a szörnyek, ott is egy ilyen 90-es évekbeli szörnyjelenetek, ezek rendre visszatérnek így a sorozatban, de annyi, hogy maga a jelenben játszódó történet abszolút allegória, ráadásul transz allegória, és a maga a vetítése is, ahol voltam, maga a rendező is transznemű, az egyik főszereplője non-bináris, és annyira nagyon izgalmasan beszél erről, hogy mit jelent ez az átalakulás, és talál hozzá egy nagyon izgalmas formát, ahol ezt meg tudja idézni, és gyakorlatilag két párhuzamos sorsot, hogy milyen az, amikor valaki elfogadja azt, hogy akkor ő átalakul, és milyen az, hogyha nem. És ezt a két sorsot párhuzamosan állítja egymással, és közben ott van egy ilyen közös pont a két karakterben, ami összehozza őket, ez a 90-es évvel egy tévésorozat szeretete, és az, hogy ehhez a sorozathoz és a benne lévő világhoz hogyan viszonyulnak, ez egyfajta allegóriája annak, hogy a saját átalakulásukhoz hogyan viszonyulnak. És ez szerintem nagyon szép képekkel, nagyon ízlésesen és fantáziadúsan mutatja be, és kurva jó soundtrackje van, tényleg ilyen nagyon-nagyon menő soundtrackje van. És én nagyon szerettem, de majdnem biztos vagyok, hogy ez itthon nem fogják bemutatni soha az életben. Igen, elég valószínű. És őszintén nem is csodálkoznék rajta. Szerintem sincs üzleti realitás annak, hogy ezt itthon sikerrel lehessen vinni forgalmazóként, de nagyon örülnék neki, hogyha ezt újra láthatom nagyvászlom, mert tényleg az egyik legfantáziadúsabb film volt, amit láttam, de tényleg nem horror és nem science fiction film. Ez a szerzői filmnek mondanám, tudod, hogy nem használ műfaj elemeket, de nem műfaj film. Mondhatnék még többet is, de szerintem ezek voltak a... Persze. A többiek azok olyan filmek, amik ilyen nagyon egyértelmű drámák, vagy ilyen iráni film, ami szerintem a műfaji podcastben szerintem kevésbé való, vagy nem tudom. Majd esetleg alkoholizmusról szóló dráma. Meg... Valamikor rájuk kerül a sor. De ettől függetlenül tényleg térjünk rá a mai fő témára. A Volt egyszer, hogy vagy nyugatra, ugye ez az adás, ez március 2-án kerül majd ki, holnap,
ma március 1 van, és egyfajta születésnapi ajándéknak szántam ezt magamnak, hogy erről a filmről beszélgetünk. Március 2-án van a születésnapom, és egy olyan Boldog filmet... születésnapot, Feri! Köszönöm szépen! Egy olyan filmet akartam, ami kikerüljön akkor, ami nekem nagyon-nagyon sokat jelent. Az egyik kedvenc filmem, az all time top 10-emnek a bebetonozott darabja, és szerintem hozzám hasonló emberből csak itt Magyarországon több ezer van. Nem tudom, te hogy viszonyulsz, hogyan állsz, és hogyan találkoztál ezzel a mondhatom nyugodtan remek művel. Volt egyszer egy Vagy nyugodtan. Nekem ez még gyerekkori emlék, szerintem tévében láttam. És nyilván az is közeljátszott bennem, hogy én ezt később szerettem meg úgy Isten igazából, és nekem a többi Leone Western az egy kicsit közelebb állt hozzám. Lehet, hogy pont azért van, mert ennek a tempója, meg ez az egész etikussága, meg az, hogy meg szerintem van egy ilyen a műfajnak a tisztelete és kifordítása egyben hozzáállása, ez kellett egy kicsit érettebb hozzáállás, még egy maréknyi dollárért már szerintem ott nem feltétlenül kell ennyi háttértudása a teljes mértékű élvezetéhez. Szóval értékeltem már tetszett gyerekként is, de akkor például az egy maréknyi dollárért akkor például jobban tetszett, vagy egy Django jobban tetszett, ami az ilyen kicsit egyszerűbb filmeket jobban szerettem akkor még, és ezt az újranézésekkel kezdtem el egyre jobban értékelni, és amikor igazán, Isten igazából beleszerettem, amikor tényleg így azt éreztem, hogy ez tényleg minden idők egyik legjobb filmje, az akkor volt, amikor a Cinefesten vendég volt Claudia Cardinale, és életemben először moziban láttam a filmet, ennek köszönhetően, és akkor volt az, hogy teljesen letaglózott, és akkor értettem meg így igazán, hogy milyennek a filmnek a legfőbb vonzere, és miért megunhatatlan, és miért van az a generációk óta az emberek szeretik, újra nézik, stb. Pedig mondom, meg volt DVD-n is, de akkor még mit tudom én, egyszerűen szerintem úgy a nagyvászon ezt a filmet igazán nagyjá tudja tenni, de nem azt mondom, hogy otthon nézve nem működik, mert működik, de az igazán varázs, az igazi varázsát azt tényleg nagyban tudja megmutatni. Abszolút, ez teljesen így van. Én is találkozásom is a filmmel, meg a hozzászokásom is hasonló a tiédéhez. Nem vagyok benne biztos, hogy egy gyerek, ha csak valami nem szuper intellektuális zseni már korán, értékelni tudja ennek a filmnek a mondani valóját, és kibírja egész egyszerűen azt, hogy rendkívül lassú a tempója, direkt rendkívül lassú a tempója. Tehát az összes korábbi Leone film, az összes korábbi Western Leone film, mert ugye voltak neki nem westernje is, még a dollár trilógia előtt, szóval azok sokkal gyorsabb filmek, azok a westernek, azok a spagetti westernek, azok a műfajteremtő filmek. Egy multiplex kompatibilis, ha mondhatom ezt, tempót diktálnak, míg a Volt egyszer egy vagyugat, azt hiszem Leone ezt elismerte, hogy egy japános ozu és Kurosawa tempót vesz föl, Ozutól ellesett és Kurosawától ellesett tempót, minden nagyon kimért, minden nagyon meggondolt, minden szónak, minden nézésnek, minden plánnak súlya van, és úgy ad neki súlyt, hogy mindennek ugyanolyan a tempója, és ez a tempó lassú. És többek között ez is hozzájárul ahhoz, hogy ez a film úgy érzed, hogy valami nagyon jelentőségteljeset látsz. És ezt igazából tínédzser korodtól, felnőtt korodban tudod értékelni. Meg szerintem az is közeljátszik, hogy például, hogy régebben, amikor még mi ketten tínédzserek voltunk, akkor még nem volt az, hogyha otthon nézte egy filmet a tévében, akkor még jobban tudtad, nem terelte a figyelmedet mondjuk egy telefon, nem tudtál telefonozni közben, még akkor is nem figyeltél. Ma már szerintem, ha valaki ezt tévében nézi először életében, én könnyen el tudom képzelni, hogy a telefonjába elkezd bíbelülni, és akkor onnantól kezdve oda veszik a varázs. Szavadat ne felejts, bocsáss meg, csak annyit hagy fűzzek idebe, hagy toldjak idebe. Nekem 10 plusz éve, ezt a Twitterre ki is írtam, nincsen tévé előfizetésem. Úgyhogy mindig megsokkol az, amikor látom a magyar tévéknek az adásképét, hogy mindenféle ilyen színes,
logóval, meg korhatár kibaszott hullahoppal van telebaszva a kép. Elnézést a Meg alul feljönnek ilyen ezek, hogy csúnya mikor, szavakért. mi lesz a következő műsor, és Igen, hánykor kezdődik. őrület. Tehát nem lehet élvezni, ha éppen egy igazi műalkotás a film, ami megy, nem lehet élvezni. Nem lehet a szórakoztató filmet sem élvezni. Ez, ami nálunk van, de mondom, egy montenegrói falu tévének ízlésesebb az adásképe, mint ami a magyar tévékben látható. És hát így például, hogyha volt egyszer, hogy Van Nyugat megy, az is reklámokkal felszabdalt, logókkal telebaszott képen, hát ez borzalmas. Őrület. Még azt is, és örüljünk neki, hogyha magát a filmet nem csonkítják meg ilyen-olyan szempontból. Arról Csonkított majd ki. még beszélünk a különböző verziókról. Igen. Vagy beszéltünk is most róla, tehát igen, nyilván meg is csonkítják, még pluszban megcsonkítják azt a verziót, ami általában Magyarországon fut. Ugye, ami hozzánk bejött annó, nem tudom a magyar premier mikor volt, gondolom a 80-as évek elején kb. Vagy talán a 70-es évek végén. Ennek nem néztem utána, Igen, én bocsánat. sem néztem utána, nem tudom. Elnézést. Az Annyit tudok, hogy Amerik... valami iszonyat mennyiségű nézője volt ennyi. Ez megmaradt bennem, hogy valami Igen, rendkívül sok van. lehet, figyelj, nem emlékszem így konkrétan rá, de lehet, hogy kisgyerekként anyám még elcipeltek rá. Erre nem emlékszem, de abszolút valószínűleg tartom. Azt tudom, hogy kisgyerekként a jó, a rossz és a csúfot ezt moziban láttam. Abban biztos vagyok. Szóval, ami hozzánk bejött, az az amerikai forgalmazási kópia volt. Ugye ez a film, ez eredeti vágatlan változatában, ez majdnem 3 óra. És fél órát kivágtak belőle az amerikai forgalmazáshoz, mert túlságosan hosszúnak tartották az ottani forgalmazók, és ami hozzánk bejött annó eredetileg, az ez a kópia volt, ez a megcsonkított kópia. És fél óra hiányzik belőle, bizonyos jelenetek talán még csak nem is baj, hogy ki lettek vágva. Viszont van a végén, a legvégén egy olyan jelenet, amit kivágtak, az pedig halálos bűn, hogy ezt a jelenetet kivágták. Nem tudom, tisztában vagy vele, hogy melyik jelenetről beszélek? Nem. A Cheyenne-nek a halála nincs benne az eredeti magyar kópiákban. Jézusom. Igen. Tehát sem az amerikaiban, sem a magyar kópiákban nincs benne. És egész egyszerűen a film ettől egy teljes torzó lesz a magyar szinkronizált verzió. Azért kell az új vágatlan nézni, ami most már azért elérhető nálunk is. Azt nem tudom, hogy kapott-e új szinkron, de gondolom. Mert ez a jelenet benne van, és ez tesz a film végére egy hatalmas pontot, és igazából ezzel írja meg a film a maga tézisét, azzal a jelenettel, azzal, hogy a mitikus hős egy ott dying in a ditch, tehát meghal az árokban, mint egy kutya, mert ennek az egész világnak a romantikáját elviszi a közeledő technológia, és elviszi egész egyszerűen a változás. Tehát ez a nagyon-nagyon fontos jelenet. Ez a tézis jelenet, ez nincs benne a filmben. És Ebben a kópiában. enélkül kellett értelmezni a közönségnek, azért az Hát nagyon. figyelj, szerintem annyira, amikor még csak azok a kópiák voltak elérhetők, ami vágott, nem nagyon értelmezgették ezt a filmet itt Magyarországon. Hát úgy van vége a Sinkovicsos, amikor annak a kópiának, amiben a Sinkovics a Henry Fonda hangja, a magyar hangja, hogy egyszerűen megvan a párbaj a film végén, lezajlik, és utána Bronzo még visszamegy a házba, és utána ellovagol, és kész. Megtaláltam közben, 1974-ben Ó, olyan korán? volt a magyar premier, igen, szóval viszonylag nem kellett, hát jó, hogyha most nem számítjuk, ez is sok év. Igen, biztos, hogy Amerikából, valahogy Amerikán keresztül jött be az a kópia ide, tehát valahogy úgy hozták meg, mert még a németeknél is benne van ez a jelenet, meg az összes többi kivágott jelenet már régen is benne volt az ő kópiáikban. Nekem a szinkront én nagyon-nagyon rég láttam, annak köszönhetően, hogy én ezt külföldön úgy jelent meg, azt hiszem itthon nagyon sokan nem is jelent meg DVD-n, és én még külföldről vettem meg egy ilyen Digipak DVD kiadást, ami furcsa módon volt magyar felirat. És
És Blu-ray-en az azóta sincs meg nekem, ezt a DVD-t néztem most is újra, ami azért kicsi sajnálom, és el is döntöttem, hogy ezt meg kéne venni. Figyelj, ha nem tudom, 4K lemezeket gyűjtesz? Igen, de ez még nem jött ki 4K-ban, ha jól Most tudom. jön ki Amerikában 4K-ban, azt hiszem áprilisban vagy májusban, ami azt jelenti, hogy az európai változat sem késik majd sokáig. Na, az jó, és Úgyhogy ugye érdemes a várni. Paramount az egyetlen stúdió, aminek még van Magyarországon forgalmazó, ezért talán lehet Fasza. reménykedni abban, hogy itthon is kiadják valamilyen formában. Meglátjuk. Ja. Van rá lehetőség, mert hát igen, ahogy mondtad, óriási siker volt még moziban is, mindenki ismeri ezt a filmet, úgyhogy ezt venni fogják, ha valaki kiadja. Igen, meg a korábbi dollárfilmekből is kijött néhány ismerős, ha jól tudom. Hanem is mind, talán középső talán nem jött ki, de lehet, hogy tévedek. A dollárfilmeket, ha valaki Blu-ray-en akarja esetleg megvenni, én nagyon nem szeretem, ami Európában van, a dollárfilmek borítóit, nem szeretem Blu-ray borítóit, de az olaszoknál nemrégiben kijött 4K-ban is, és Blu-ray-en is újra masterelve a dollár trilógia, és gyönyörűek a DVD borítók, úgyhogy érdemes mondjuk az olasz Amazonról megrendelni ezeket esetleg. Amúgy, ha már ilyen trilógiákról beszélünk, azt amúgy egy csomóan nem tudják, meg nem is szoktak róla így beszélni, hogy még a dollár trilógiát, azt mindig trilógiaként említsük, de volt egyszer Vadnyugat is, igazából Leone egy trilógia első filmjének szánta, és ezt meg is csinálta a trilógiát, ő az egy marék dinamitta, és volt egyszer egy Amerikában együtt, úgy gondolja, hogy ez az ő ilyen Amerika történelmi trilógiája, de kb. Senki, rajta kívül kb. Senki nem beszél ezekről trilógiaként egyébként. Figyelj, érezhető, hogy ott másba kezd a Volt egyszer egy Vadnyugattal, mert igazából, ha az ember beleereszkedik, látja, hogy mennyire markánsan más a hangulata igazából, és a megoldása is nagyon sokban különböznek, mint az első három spagetti westernje. Igazából ez azért volt, hogy részben azért volt, mert hogy ő már nem akart több westernt készíteni, csak hogy azt mondták neki, hogy akkor kap amerikai stúdiótól pénzt, ennek az amerikai stúdiónak előtte még csinál westernt. De viszont ha már úgy volt, hogy csinál westernt, akkor nem akart olyan westernt csinálni, amiket eddig csinált. Szóval mondta, hogy ha már mindenképpen ez a műfajhoz megyek vissza, akkor ez legyen radikálisan más. Azt tudom, hogy a 80-as évek elején, vagy talán a 70-es évek végén, amikor Amerikában is lakott, igazából Hollywood ölte őt meg, mert a frusztrációba halt bele, és mert nem tudott rendesen filmet csinálni ott, és a John Milius-t győzködte 3 vagy 4 éven keresztül, hogy a Milius írja meg neki a Volt egyszer egy Amerikát, ami később a Volt egyszer egy Amerika lett, a The Hood című regényből, de a Miliusnak nem volt ideje, úgyhogy valaki más írta meg azt a filmet, és hát akkor ez a lezárása kvázi ennek a második trilógiának, Volt egyszer egy Amerika? Igen, hát egészen konkrétan egy interjút láttam a Leonéval, egy interjú részletet, amiben erről beszél, és ezt akkor vették fel, amikor a Volt egyszer egy Amerikán dolgozott. Szóval úgy beszél róla, hogy az ő trilógiájának, az másik trilógiájának ez a záró darabján dolgozik most. És nagyon vicces a csávó egyébként, gyakorlatilag ilyen kanapén elheveredve besél, és egy ilyen, gyakorlatilag mint a pizsamában adna interjút tőle. Egy igazi olasz, úgy olasz, hogy római. Tehát nem a várost értem ez alatt, hanem a római attitűdöt, azt, hogy mindent lazán, fantasztikusan imádott enni. Igen, van benne egy ilyen Fellini, nem? Egy Igen, kicsit. igen, igen, igen. Egy kevésbé intellektuális Fellini. Mondom ezt úgy, hogy én Leone-t jobban szeretem, mint Fellini-t. A Leone az talán a kedvenc rendezőm. És igen, imádott élni, és ezt a Milius is elmondta, hogy egyszer ott volt nála Rómában, és egy napon keresztül étteremről étteremre jártak, szóval Sergio, Ez alkatán, ez ilyen, nem akarok gecizni vele, nekem is kéne fogynom, de figyelj, én is látszik az kövér alkatán. vagyok, abszolút, én is kövér vagyok, és Leone volt, még ma mai napig, ami szentünk, úgyhogy a kövérek szentje. Én Amúgy, imádom ami Sergio nagyon Leone-t. durva, hogyha erre már nem emlékeztem, most, hogy az újranézésre tűnt fel így a stáblistán, hogy basszus, tényleg, hogy forgatókönyv, Dario Argento, Bernardo Bertolucci, Sergio Leone, az azért Nem, olyan, nem egészen, vagy a storyline. Treatmentet írta az Argento, a Bertolucci, a Leone,
és odaadták az egészet a Sergio Donati-nak, és a Sergio Donati meg a Leone írta meg együtt a forgatókönyvet. Igen, de azért az mennyire durva már, hogy ilyen neveket nézel, akik akkoriban még azért egyáltalán nem voltak nagy Hát nevek. ezek kora 20-asok mindenki. Igen, a Bertolucci-nek már volt filmje, akkor azt tudom, de a Dario Argento akkor még filmkritikus volt, egészen Igen, konkrétan. ezek mind kritikusok, tehát a Bertolucci-nak az apja is az egy vidéki kisvárosnak volt a filmkritikus, tehát ezek mind a kritikából jönnek ezek a filmesek. Az Argento is, a Leon azt nem tudom, azt hiszem, hogy az nem, ő ugye Ő már... nem, neki nem volt ilyen múltja, Igen, nem, ez ő biztos, hogy korábban nem. csinált peplumokat, tehát ezeket a Szandál ókori filmeket, szandál igen. filmeket, igen, az ókori környezetbe helyezett kalandfilmeket, de az, ami a Rodoszi Kolosszus csinálta, Filmes az nem. családból jön a Leone Igen, egyébként, igen. hogy neki már valamelyik szülője már filmszakmában dolgozott, meg ő végigasszisztenskedett nem tudom hány évet, mielőtt rendező lett, szóval iszonyat mennyiségű filmet csinált az rendező asszisztensként. Igen, idősebb is volt ő, egy picivel, talán egy 10 évvel, mint a többiek, tehát mint az Argento meg a Bertolucci. A Sergio Donatit ezt nem tudom. És hát, de nagyon jól érezte magát ebben a közegben, tehát ez egy nagyon jó baráti közösség volt, és hát egy ilyen remek művet szült ez az egész, ez a koprodukció köztük. Amúgy, ha jól tudom, nem, hogy a munka közben váltak baráttá, hogy Igen, igen, igen. közben ilyen, például az Argentóval ilyen, olyan, az a fajta kritikus rendező kapcsolat volt, amikor tudod, a rendező tudja az adott kritikusról, hogy imádja őt, tudod, és akkor így ennek köszönhetően szeret így a társaságában lenni, és így kicsit így oda hívja magához. Nekem is van olyan, hogy tudom, hogy egy rendező kedvel, magyar rendező, és akkor tudod, így egy kicsit így másképp bánik veled, nem annyira óvatos, vagy nem annyira távolságtartó, mint azok a rendezők, akiknek mondjuk már húztam le filmjét, tudod. Hát és igen, és azért gondolom a kredit az egy ilyen filmnek a stábistáján azért az később is jól jött nekik, Persze. amikor Az Argento 69-ben, tehát egy évvel ezután rendezi meg a Bird with a Crystal Plumage-et, azt a mérföldkő dzsállót, amivel ő is többé-kevésbé műfajt teremt, ugye azért a Mario Bava csinált ő Argento előtt már giallókat, de a Bird with a Crystal Plumage az a film, ami beindítja igazán azt a műfajt, és hát ugye a 70-es években rengeteg hasonló giallo készül, az Argento egy kis pöcs ilyenkor, tehát 20, kora 20 éves valami ilyesmit, úgyhogy nagyon erős, kreatív dolgok mentek itt akkoriban meg, ott a meg so, sokan azt mondják, hogy ennek köszönhetően, ennek a filmes, filmimádó háttérnek köszönhető részben az, hogy azért hogy ez a film, ez gyakorlatilag olyan szempontból posztmodern, tudod, hogy ilyen film a filmekről, hogy, na, nagyon sok, hogy egy ilyen műfaj előtt borult térdre, de közben kritizálja is, közben élve boncolja is, szóval, hogy alapvetően, amit ma már így a Tarantino kapcsán mondtak ezerszer, hogy ő állandóan, hogy nem az életből táplálkozik, hanem más filmekből, ebben is benne van azért ez egy kicsit, még ha nem is annyira vadul csinálja, mint a Tarantino. Nem, hogy kissé posztmodern, szerintem ez az első igazán nagy posztmodern film. Ez a film, ez 100%-ban az. Tehát már a Treatmentet úgy írja a Bertolucci, hogy egy csomó, a saját részét úgy írja meg, hogy egy csomó idézetet tesz bele. Rengeteg gyerekkorában látott westernből. Egész jelenetek ötletét is, van egy csomó olyan, amit máshonnan vesz át, és apró részleteket is, amit máshonnan vesz át. És ez teleszórja a Treatmentet ilyesmivel. A Leone a saját részében szintén ugyanezt csinálja, és az Argento is. És az egészet összerakják. Minden és ez... És, tehát az, hogy például az első jelenetben, amikor a három cowboy várakozik a vonatállomáson, az egyiknél egy lefűrészett csövű Winchester van, aminek ilyen trigger guardja van, egy ilyen igen, vas a trigger guard. Fekete színésznél, ugye? Igen, valami igen. Az is, azt hiszem, ha jól, valamelyik 50-es évekbeli westernből lett átvéve. Tehát még az ilyen apróságok, ami végigmegy 2,5-3 órán keresztül ezen a filmen, ezek az utalások, ez több száz van belőlük. Azt hallottad, hogy volt egy olyan verzió, hogy azt a három cowboyt, a jó, rossz és a csúf három főszereplőjét meghívták, hogy, valam... nem, hogy ők játsszák ők, és ledurrantsák őket rögtön az elején, csak nem sikerült? Valahol hallottam, ez csak annyiban kétlem ezt, hogy én úgy tudom, hogy a Clint egy az egyben nemet mondott erre a filmre,
Úgyhogy nem hiszem, hogy még ilyen cameót elvállalt volna a film elején. De egy nagyon jó sztori, Én is az biztos. az is mondom, hogy, csak, hogy lehet, hogy csak plecska, vagy lehet, hogy csak az volt, hogy megfogalmazódott, hogy milyen jó lenne, de aztán nem tettek lépéseket az ügy Igen, érdekében. igen. De az mondjuk tényleg jobb a fa lett volna. De mondjuk nem, mintha ez így enélkül nem működne a dolog. Jó, hogy szerintem annyiban jó, hogy nem történt meg ez így, mert nagyon magára vonta volna a figyelmet. Tudod? Tehát az ilyen kis játszadozás, egy ennyire, ennyire posztmodern játszadozás elvonta volna a narratíváról, arról, hogy mennyire működik már az az első jelenet is a figyelmet. Igen, mert egyébként úgy idéz meg sok-sok filmet, hogy nem annyira szuper direktek az idézetek. Pontosan, és ezért, tudod, én nagyon nem bírom a Tarantinot, viszont Leonét imádom teljes szívemből, és pontosan ez a különbség kettejük között, hogy egy ötletet vesz át, de nem egy az egyben a jelenetet, szinte még a dialógust is, tudod? Tehát az első jelenet, újra csak példaként, ugye a Cinemannak a High Noon, a délidőjében van az a jelenet, hogy három cowboy vár egy vonatra. Van egy ilyen jelenet benne. Ennyi, amit átvesz. Minden más, más a Volt egyszerű vagy nyugatban. Tehát a szereplők kinézete, az ok, amiért várakoznak, ami történik a jelenetben, ahogyan viselkednek, ahogyan fel vannak öltözve, a környezetük, minden. Minden más. És ez az a fajtája a posztmodernnek, amit szeretek, ami nem szolgáljan, hanem könnyedén és tényleg szeretettel csinálja. Igen, ezért szokták a Tarantinót nem kedvelők mondani Tarantinról, hogy ő nem csak átvesz, hanem konkrétan lop. Én is ezt szoktam mondani. Én nem vagyok fel ennyire szigorú, de meg tudom érteni, hogy miért, gond, miért éreznek iránt a páran így. Megterhelhetlek azzal, hogy megkérlek, hogy egy szinopszisát adjad a filmnek? Hát, nem egyszerű, nem egyszerű. Próbáljuk meg. És ezért, bocsáss meg, pontosan azért, mert nem egyszerű, mert ilyen körbe-körbe egymásba bújó sztoriszálak vannak a filmben, és csak nagyon-nagyon lassan adja ki magát a film, ezért is csodálatos. Ezért is olyan, hogy Leone vállalja azt, hogy megdolgoztatja a nézőt. Igen, de közben meg úgy összetett, hogy közben azért valahol egyszerű. Persze, hogy ne, és ez is pozitívum szerintem. És hát a középpontjában érdekes módon már az is új a Leone sztorikban, hogy egy nő áll, a Claudia Cardinale által játszott főszereplő, aki megérkezik egy farmra, ahol az újdonsült férjével és annak családjával kellene, és a gyerekei, előző házasságából származó gyerekeivel kellene életet kezdeni, de addigra már ezt a családot láthattuk, hogy kivégezték ezen a farmon, és közben kiderül, hogy ez a farm egy vasúti építkezésnek a nem az útjában áll, hanem átvisz rajta ezen a területen, ezért az értéke valószínűleg a sokszorosára fog nőni annak, mint amennyit vették, és valószínűleg nem véletlenül ölték meg ezt a családot, mert valamit terveznek ezzel a farmal a vasúttársaság és az körülöttük legyeskedő ilyen gengszterek, akiket Henry Fonda vezet, Frank néven. Terveznek valamit, és közben megjelenik egy ilyen titokzatos, kicsit a Clint Eastwood figuráit a dollár trilógiából elsőre megidéző, de azért valójában eléggé más karakter, akit a Charles Bronson, akit csak harmonikának szólítanak a film során, mert rendszeresen harmonikázik, és ő is beleköp ebbe a levesbe, de érezhetően őt nem a pénzszerzés szándéka mozgatja, hanem valamiféle személyes szál, és a film egyik nagy titka, hogy ezt, vagy az egyik ilyen feszültségadó forrása az, hogy kiderüljön, hogy mit akar a harmonika, és miért száll bele ebbe a meglehetősen sokoldalú játszmába. Igen. Kiírtam valami fontosat? Nem, és nem is lőttél le poént. Annyiban talán, hogy, és ez visszautal arra, amit az előbb mondtam, hogy az, hogy miért folyik a harc, mi a tétje a történetnek, az pontosan a századik jelenetben derül ki. Sergio Leone nem siet. Egészen a századik percig akkor derül ki, hogy azért ölték meg a McBain családot, azért pampok Frank, azért van itt kavarás mindenhol, mert víz van a McBain farm alatt, ahová lehet majd
egy vasútállomást építeni, pontosan emiatt. Ezt pontosan megnéztem a filmen, pontosan a 100. percben derül ki, addig egész egyszerűen fogalmat sincs arról, hogy miért is ölik egymást itt az emberek, és Leone verbálisan legalábbis ez direkt nem kommunikálja. Pont ennek az indirekt dialogoknak a mestere, amikor van 50 oldal stage direction, és van egy mondat dialog kb. A forgatókönyvben, és így mesél, ráérősen, de sosem unalmasan, csak lassan, de az nem unalmas. Az pedig, hogy harmonika miért van itt, miért kavar, miért irányít a háttérből, miért akar leszámolni Frankel, pedig az utolsó 10 percben derül ki. Hát ilyet manapság, amikor mindig szájba kell rágni, egyből expozíciót kell a pofájába vágni azonnal a nézőnek, ki csinál, érted? Ki az, aki 3 órát tölt azzal, hogy végre elmondja a nézőnek, hogy miért is akar a hős leszámolni a gonoszszal. Igen, itt a hős az gyakorlatilag egy rejtés, sőt egy jó darabig az sem biztos, hogy hős. Szóval, így abszolút rejtélyebb, hogyha meg hát milyen húzás már az, hogy az All-American Boy Henry Fonda kapja a családmészáros szerepét. Szóval, na ez most egy külön fejezet ebben a kis podcastünkben, ugyanis ahhoz, hogy érzékeltetni tudjuk most a hallgatóknak azt, hogy Henry Fonda eljátsza ezt a szerepet, a főgonosz, a Franknek a szerepét, az milyen sok volt a 60-as évek nézőinek, az nehéz lesz ezt érzékeltetni, ugyanis nem tudok manapság olyan színészt mondani, aki Henry Fondának a jól fésült, állandóan csak pozitív, évtizedek óta állandóan csak pozitív szerepeket játszó amerikai hős imidzsét tudná hozni manapság. Tudsz ilyet mondani? Aki ennyire pozitív volt? Igen. Hát a Jack Lemmon volt hasonló, de már is meghalt. Szóval de hát, de most, aki működik és él és dolgozik. Hát Tom Hanks áll ehhez a legközelebb, de még ő se talán. De még ő sincs ott. Tehát az, hogy... Ő játszott már, például ott volt az a Road to Perdition, szóval játszott már azért, hogy ez a borzalmas film, ez a Cloud of Glass, vagy ilyesmi, szóval... Hogy ő az jobban kísérletezgetett ezzel az elmozdulással egy másik irányba. De azért, igen, a Tom Hanks egy nagyon wholesome, nagyon kedvelt apuci színész. De nincs a Fondának ezen a szent szintjén. Tehát a Fonda a szó szerint a karrierjét, azt a 30-40 évet, amit már addig, 30 évet, amit már addig a karrierjével eltöltött, 68-ig, azt arra használta, hogy szentnek építse fel magát. Tehát abszolút pozitív hősnek. És az, hogy ebben a filmben az első jelenete, a bemutatása az, hogy megöl egy családot, és lelő egy gyereket, egy kb. 10 éves gyereket, az egy olyan sok a 60-as évek nézőinek, amit nem tudok reprodukálni most így hirtelen a ma publikumának. Igen, mondjuk ez a fajta hatás a mai néző számára valószínűleg hiányzik belőle, mert a Henry Fondától jó esetben valószínűleg a 12 dühös embert látta. Igen. De már ha látta. És nyilván az a film... Reméljük, hogy azért ennek a podcastnek a hallgatója azért néznek ilyen filmeket. Igen, de mondom, az egy átlag néző azért egyáltalán nem biztos, hogy egy 1950-es években készült filmet, még bármennyire klasszikus, és bármennyire ezerszer idézett, és bármennyire játszák színdarabként ma is, de hogy mondjuk egyáltalán hajlandó megnézni egy fekete-fehér filmet. Szóval ezért mondom, hogy ez a fajta hatás a mai nézők számára már kevésbé jön vissza, mert nyilván a Fonda életműnek csak egy apró részét látták még valószínűleg azok is, akik amúgy filmfanatikusok. Igen, igen. Az egy nagyon jó sztori, hogy amikor, nem tudom, ismered-e, hogy Fonda megérkezik Olaszországba, hogy a filmnek ezt a gonosz főszerepét eljátsza. Ja, tudom, mire gondolsz, de mondom tovább, mert tényleg jó. És Leone nagy örömmel megy elé, és meglátja, hogy a Fonda bajuszt, meg szakállat növesztett, és a legendás kék szemébe tett barna kontaktlencsét, hogy ne látszódjon kéknek. És ott szó szerint a Leone idegbajt kap, tehát egy ilyen rohamot kap, és elkezd ordítozni, hogy azonnal kivenni a kontaktlencsét, mert neki ő a Fondát pontosan a kék szemei, az égő kék szemei miatt alkalmazta, írt vele szerződést, mert pontosan az kell neki, pontosan azt akarta, hogy ezt a szuper jó fiú, szent imidzset
le lehessen rombolni, sokkolja a nézőt vele, és hát Fonda hallgatott rá, kivette a kontaktlencséjét, megborotválkozott, és ott van clean shaven, gyönyörű kék szemeivel, mert tényleg szenzációs szemei voltak, és az első jelenetben megöl egy gyereket is. És Morricone-nak az a hihetetlen, a mai napig ennek a filmnek van esküszöm a legjobb soundtrackje. A Morricone az egész életmű csúcs teljesítmények. Morricone egy ez még abból is kiemelkedik. Igen. Még a Morricone átlagból is messze kiemelkedik. Morricone egy olyan zseni volt, itt Magyarországon, most nem akarok itt nagyképviselni, nem, azért nem nagyon ismerik a teljes életművét. És egy rendkívül változatos életmű van, tehát az avantgárd zenétől, és az mind soundtrack általában, avantgárd soundtrackek, jazz soundtrackek, ilyen epikus soundtrackek, mint például a Volt egyszerű vagy nyugaté, tarkítják az életművét, és mindegyik csúcs, elképesztő, elképesztő, hogy mennyire, nincs, ha van ember, aki arra született, ami a szakmája volt, akkor az a Morricone. És itt van a Volt egyszerű vagy nyugat, aminek a zenéje, sokszor dobálozunk ezzel a szóval, hogy transformatív, hogy átalakít téged, de ez tényleg olyan. Ez nem csak embert átalakít, ez kulturális attitűdöt alakít, tehát ez a film és ez a zene egyszerre, és meghatároz és befolyásol kultúrát. Azért ez nem semmi. Igen, valahogy meghallgatod ezt a zenét, és utána azt várod, hogy minden Westernnek ilyen zenéje legyen. Igen. A Morricone, és ez a zsenialitás plusza, a munkáiban mindig van valami olyasmi, amivel hallhatóan, érezhetően, ledöbbentően túlmegy mindenki másnak a produkcióján. Újra csak tudom, hogy ismétlem magam, de ha van zseni, akkor ő az volt. Ez abszolút, abszolút egyértelmű, és még talán, mint ahogy a legtöbb alkotó időskorára már ő sem volt annyira fűző, még időskorában is tudott jó kiemelkedő zenéket alkotni. Igen, én ami nagy életem egyik nagy kihagyott zicsere, hogy én 2013-ban, 15-ben egy meglehetősen nagy költségvetésű videójátéknak az írásán dolgoztam, és úgy volt, úgy indult a videójáték, aztán elég sok kellemetlen változás jött be, hogy a Morricone-vel fogjuk a zenét megiratni hozzá, és már voltak tárgyalások meg minden, és sajnos ez nem jött össze, és ezt én nagyon sajnálom. Én annak idején voltam az egyik koncertjén itt Budapesten, annyi, hogy borzalmasan szólt, azt tudom, hogy ilyen nagyon nem, hogy túl nagy volt a tér, és szóval nekem nem ő volt csalódás, meg nem a zenekar teljesítménye, hanem az, hogy valahogy abban a térben nem szólalt meg igazán ez a zene, és ez így kicsit ilyen hiányérzetet hagyott bennem, szóval láthatom a mestert élőben, csak nem tudom, vagy az egész, a körülmények nem voltak megfelelőek hozzá. Hát arról nem ő tehetett szerintem. Tehát nem, egyáltalán nem. Kialakítás, igen, sajnos. Figyelj Csaba, miről szól ez a film? Hát Amerikáról, a tájakról, arról, hogy a fejlődésnek nem tudunk, de annyi mindenről, Feri, de tényleg hát ez az. Hogy, arról, hogy a fejlődésnek nem lehet útját állni, és áttapos rajtad, és csak egy kis ember, bármekkorán gondolod magad, akkor is csak egy kis ember lesz, aki a végén porban marad. És nőkről és férfiakról, egymáshoz való viszonyukról, ráadásul tényleg, de úgy, hogy körülbelül egyetlen egy rendes női karaktere van, és mégis tud erről. Az újdonsága Leonénél egyébként. Igen, aki ráadásul egyszerre a két klasszikus western elemet, szóval, hogyha voltak a westernekben nők, akkor általában vagy szent nő volt, vagy prostituált. És ez a karakter, a Claudia karakter a kettő egyben. Szóval így valahogy össze az benne van az anyafigura, meg minden, annyi szól. Hosszá lehetne még sorolni, hogy miről, magáról a műfajról, magáról Amerikáról. Neked miről szól? Igen, ez az extrém komplexitása, amit nem feltételeznél egy westernről, pedig hát mondjuk már az 50-es években is voltak elég komplex amerikai westernek, de nem értek ennek a nyomába. Szóval ez az extrém komplexitás adja, és ennek köszönhető az, hogy ez egy remek mű. Nekem miről szól? Nekem elsősorban arról szól, hogy a haladás nem feltétlenül jó dolog. Nem tudjuk megakadályozni, és valóban, hogyha megpróbálsz elébe állni, akkor átmegy rajtad. Meghalsz így is, úgy is, in a ditch, de
ha haladás, az úgynevezett haladás elébe akarsz állni, akkor átgázol rajtad. És ez a haladásnak nevezett dolog, ez inkább változás. Mert a haladásnak, a szónak magának van egy pozitív konnotációja, és ez nem mindig valós. Inkább változásról van szó. Arról, hogy a technológia átmegy az emberen, ezt manapság is tapasztalhatjuk. Talán még látványosabban, igen. Igen, és egyáltalán nem biztos, hogy jó dolog. Először annak hisszük, de egyáltalán nem biztos, hogy az. És tényleg a humanizmusban kell keresnünk azt, a kiutat és az élet értelmét. Bizony, ilyen a maga módján ilyen kemény, nehéz témákat feszeget ez a film. És azt, hogy elhullanak a hősök ugyanúgy, mint akárki más. Igen, kicsit ilyen hős Igen, mitosszal igen. leszámolás ez az egész. Igen. Ez egy nagyon, azt nem tudom, hogy cinikus, pessimista film, és úgy pessimista, hogy közben nosztalgikus, az elmúlt filmek, nála korábbi filmek, és korábbi emberi attitűdök iránt. Ez egyértelműen így működik ebben a filmben, tényleg, hogy valahol leszámol egy korszakkal, de közben végtelenül szereti és tiszteli azt a korszakot, amivel leszámol. Igen, és a jövővel kapcsolatban meg egyszerűen csak széttárja a kezét, mert nem tud vele mit csinálni. Nem örül neki, csak egyszerűen nincs hatalma felette. Közben maga is valahol megteremti a jövőt, szóval a filmekben való ezt a való irányított a posztmodernnek is, és te is mondtad, hogy ahogy hogy nem minden változás jó, itt is mondtad, hogy például szerintem, amit Tarantino hozott, az már nem volt jó, de végülis úgy összed, ez is a Tarantino féle irányt jelölte ki, csak aztán az tovább ment a kelleténél. Igen. Ugye Leone, aki abszolút nem volt egy arrogáns ember, ettől függetlenül egyfajta lezárásnak tekintette, a Western lezárásának tekintette ezt a filmet, ami nyilván nem lett igaz. Azóta már lezárták még egyszer még pára. Igen, de ettől függetlenül szerintem a Western maga a műfaj a 60-as évekből nem tud úgy kijutni, hogy a régi önmaga legyen. Tehát bizonyos értelemben tényleg a műfaj lezárása. A 70-es évek westernjei hidegek, cinikusak, olyan, mint Amerikában a 70-es évek, tehát ott az aztán a meghasonlás évtizede, politikailag, társadalmilag és kulturális szempontból. Nem érzem azt, hogy a 60-as éveken túl a Western fejlődni tud. Tudom, hogy 92-ben van Unforgiven. Tudom, hogy és most segíts légy szíves, milyen nagy film, nagy westernek vannak még, amik tényleg nagyok, tehát nem csak szórakoztatók 68 után. Hát a Farkasok a táncol szintén ugyanaz az időszak volt, meg az Open Range, aztán a Kevin Én Costner, mint az a... Open Range-et nagyon szeretem, szerintem a Farkasok a táncoló annyira nem, ezért mondom, hogy nagy film, tehát nem azt mondom, hogy sikeres film, hanem tényleg jelentősége van az, hogy benne hagyja a lábnyomát a kultúrában. Hát nem volt, voltak ilyen nagy próbálkozások, de ezek Wyatt Earp-től a Tom Stone, igen, a Tom Stone-t sem szerettem, vagy nem tartom különösebben Nem, ezek jelentősnek. nem jó filmek. Szórakoztató volt, de azért jelentősnek nem gondolom. Nem, mondom, az Unforgiven próbál valami hasonló lenni. Figyelj, amik műfajilag jelentős, jó sikerült filmek voltak, például, mit tudom én, a Kurt Russell-féle Bonthomme-ok is egy jó sikerült film, de nem gondolom, hogy jelentős nyomot hagyott volna a Western műfaján belül, hogy elkészült. Élveztem, de vagy a 80-as években voltak ezek a Silverado-szerű ilyen közönségfilmes próbálkozások, meg az ilyen ilyen Western-nel játszó dolgok, mint a Western vígjátékok, Irány Colorado, de ezek már ilyen kikacsintások, meg csak a Azt a műfaj filmet nagyon jelentő. szeretem, de Igen, de az azok nem már egy csak játszanak jelentős, ezzel a persze. műfajjal egy Igen, kicsit, de már ezt nem a... mondom, igen. Igen, de amik tényleg ilyen jelentős mérföldkövek, hogy a Western történetében, nem tudom, hogy a Nincs Bocsánat óta láthattunk-e olyat. Igen. Beszéljünk egy picit a színészekről. Tehát Fondáról már beszéltünk. Egy nagyon érdekes interjút láttam pár évvel ezelőtt. Volt a 70-es években Amerikában a Dick Cavett Show, ami a
úgy tartott a számon, mint az intelligens talk show-t. És a Dick Cavett tényleg az volt, egy nagyon-nagyon okos ember, még ma is él egyébként, és nagyon vicces volt ráadásul. És a Henry Fonda volt a vendég, mondom, ez kb. 72-es ez az interjú. A Henry Fonda volt a vendég a műsorban, és a Fonda meséli, hogy pár évvel ezelőtt, kérdezi a Cavett, hogy mi a kedvenc filmje egész életéből. Ugye akkor a Fondának már volt egy a 30-as évek elejétől induló karrierje. És a Fonda mondja, hogy egy pár évvel ezelőtt forgattam egy filmet Olaszországban, az a címe, hogy Once Upon a Time in the West, volt egyszer egy vadnyugat. És kérdező Cavett, aki egy, mondom, újra csak művelt, level-headed, egy kiegyensúlyozott ember. Olaszországban forgatott western, ha-ha-ha-ha, 70-es évek elején vagyunk, abszolút közröhely Amerikában az olasz western. Akkor még be se hozták ezt a filmet Amerikába. Tehát nem is, szinte nem is tudtak Amerikában erről a filmről. Annyira lenézett az olasz film és a spagetti western Amerikában, hogy még ezt a filmet, ami tele van amerikai sztárokkal, sem mutatták be addig. És egészen el kell telnie évtizedeknek, szinte a 80-as évek végén tud, szerintem kb. A 80-as évek végén tud legitimizációt nyerni a spagetti western Amerikában. Akkor kezdenek úgy tekinteni rá, hogy na, itt van egy-két olyan film ezek között, amikkel érdemes foglalkozni. Nem, a dollártrilógia, a nyitó darab, az nem volt Amerikában is sikeres? Úgy érte ezt, azt, hogy érdemes vele foglalkozni, meg hasonló, ezt úgy, hogy kritikai ja, értem, elemzés hogy nem, alapján. Hogy, mert úgy tudom, hogy az, hogy, az, hogy az talán sikeres volt Amerikában. Az, a, nézők között. Amik bejutottak filmek forgalmazásba, azok a Leone filmjei voltak, nem azonnal, tehát 70-es évek elején nem, hanem ugye 70-es évek közepén, végén, azok a Leone filmjei voltak, tehát ha a Spaghetti Western forgalmaztak Amerikában, azok voltak. De a Spaghetti Westernnek a műfaja, több mint 700 Spaghetti Western készült a 60-as évek közepe és a 70-es évek közepe között. És most képzelj bele, 700 film. És abból, mit tudom, bekerült forgalmazásba 5-10 dolog, gondolom. Ugye azért lehetett ilyen bazi mennyiségű filmet csinálni ebből a műfajból, meg az összes többiből, mert volt egy filmes olyan forgalmazási rendszer egész Európában és a világon szerte, hogy még a legkisebb mozinak is volt, a legkisebb falunak is volt mozia. Úgyhogy borzalmas mennyiségű film kellett ahhoz, hogy a jó népet ellássák. És ezért tudott az európai film virágozni, főleg az olasz. Ami a 90-es évek elején teljesen behalt, köszönhetően főleg a Berlusconinak meg a tévéinek. Szóval borzalmas mennyiségű spagetti western készült, és még általában a mai napig nagyon kevés a közismert közülük. Abszolút igaz, hogy a Leone filmei voltak a legjobbak köztük, ami nagy szám, nagy szó. De nagyon-nagyon-nagyon sok, majdnem olyan jó film is készült ebben a műfajban. Uh-huh. A kardinál az meg valahol elképesztő, hogy még akkor itt volt Miskolcon, akkor tudtam vele interjúzni. Uh-huh. Még kézzel kaptam tőle puszit. Ó, irigyellek. Nagyon kedves volt, és elképesztő. Már akkor is volt egy, amikor így a többi színészről kérdeztem, akkor így nagyon... Volt egy ilyen nagyon szomorú pillanat a beszélgetésnek. Tudod, amikor így belegondolsz, hogy ha elérsz oda, hogy ez mennyire szomorú, hogy akikről így beszélgetsz, vagy akikről közös az életed legfontosabb élményeit átéltet, hogy ezek már majdnem mind a föld alatt vannak. Hát igen. Tudod, és akkor ő is így mondta, hogy beszélek, volt valamilyen megjegyzése, hogy így beszélek ezekről az emberekről, de közben már tudod, hogy valahol nagyon-nagyon szomorú, hogy csupa olyanokról beszélek, akik már nincsenek itt köztünk is. És mindenkiről jókat mondott egyébként, annyi, hogy a Bronzonnál hozzátette, hogy így igazából ő tényleg, hogy fantasztikus színész és nagyra becsüli, de ő tényleg az volt, hogy nem bratyizik az ember, hanem Bronzon, akkor nem volt felvétel, akkor odaült a sarokba, és ott ült a sarokban. Igen, zárkózott csávó volt, igen. Igen, de róla is elnézést. Így róla is így a mély tisztelt hangján uh-huh. beszélt, meg aztán a Fondáról mondta, hogy ő hozta magával Olaszországba a feleségét is, és az első ját, amit felvettek, az a szeletkezés ját volt, és a feleség igen. ott ült, és nézte, és mondta, hogy ez borzalmas élmény volt. Sőt, én úgy tudom, hogy az volt az első ját, az a kvázi szex jelen, és még újságírók is körülülték őket, mert pontosan azért, mert ez volt a Fondának az első jelenete, és nagyon nagy szó volt, hogy ott a Henry Fonda Olaszországban.
Egy valamit nagyon bántam most, hogy újra néztem a filmet, hogy nem kérdeztem meg a kardinálitól, hogy azt a végső jelenetet, amikor ez a kimegy és vizet oszt, és az a rengeteg férfi így körbeveszi, hogy azt milyen volt felvenni, arról, hogy akartam volna kérdezni, de azt nem kérdeztem, valamiért nem kérdeztem meg, nem tudom, Hát nem jutott, akkor is ott nem jutott eszembe. azért reméljük, hogy fegyelmezték magukat a srácok. Fantasztikus, annyira gyönyörű volt ez a nő, őrület. Igen, Döbbenetesen gyönyörű. igen, és valószínűleg ebben a filmében volt talán a leggyönyörűbb. Én nagyon szeretem a Mario Monicelli-nek azt a Totóval, azt a vígjátékot, azt a nagyon híres vígjátékot, és nem fog eszembe jutni a neve, ez Soliti Ignoti, az tudom, hogy ez az olasz címe, nem tudom a magyar címe micsoda. Na mindegy, Soliti Ignoti. Szerintem abban a leggyönyörűbb a kardinále, de akkor egy picivel fiatalabb még talán ennél, egy pár évvel. De egyébként mindegy, ez a nő fiatalon, középkorúan és még idősen is döbbenetes. Igen, még elképzelhető, azt hiszem 77 volt, amikor én beszéltem vele, vagy 78, és most Ez mikor 85. volt körülbelül? Hát akkor von ki most 2016-17, valahogy így. És most 85, azt néztem, és akkor is ilyen rendkívül ilyen energiával teli volt, életvidám, tudod, akinek így jó, így már attól feltöltődsz, hogy így 1 méterre ülsz tőle, tudod. Szóval Így is kell. ilyen szempontból nagyon jó. Ennyi, miről nem És beszéltünk még? Bronzonról például. Igen. Azon kívül, hogy szeretett a sorokban, mi nem mondtunk semmit. A bronzon, én imádom a bronzont. Ezzel együtt elismerem, hogy mint színész, mimika szempontjából nagyon behatárolt színész. Kb. Mint az Eastwood, de az Eastwoodnál sokkal jobban kedvelem. Szeretem azt, hogy valahogy a melós hősnek a megtestesítője. És ez a film főleg neki a későbbi karrierje során nagyon-nagyon sokat segít. Egészen eddig, 68-ig, a 40-es évek végétől, amikor kezdte a karrierjét, rengeteg amerikai tévéepizódban mellékszereplő. 60-as években kezd komolyabb szerepeket kapni, egy-két halványabb főszerepet is. Ugye, ami markánsabb mellékszerep, az mondjuk, mit tudom én, a Piszkos 12-ben a szerepe, vagy a Hétmesterlövészben az egyik szerepe. De ez az a film, ami az igazi nagy főszerepét adja neki, és ez az, aminek az egész teljes későbbi karrierjét köszönheti. Igaz, kicsit beskatujázza az a film akcióhősnek, tehát ilyen fejjel, meg ilyen megjelenéssel mi más lehetne. És a 70-es éveknek ezekben a szikár, hideg, cinikus akciófilmjeiben nagyon megtalálja majd magát. Igen, a végül is ami igazán beskatujázza majd az a bosszúvágy filmek Az meg a másik, igen. lesznek, ami aztán tényleg, főleg a második résztől kezdve teljesen elborul. Elgurítják ott a gyógyszert azoknál a filmeknél, de Figyelj, tényleg itt ebben kezdődik az egész. a Volt egyszer, hogy Vadnyugatban 50 éves. Hát Tényleg? kurva, Úristen. kurva jó, 48 talán, valahogy így, valami ilyesmi, 48, De 49, bele se 50. gondoltam. Igen, szóval nagyon, nagyon jó karban van. Ő mindig nagyon vigyázott arra, hogy kis sportot legyen, és hát ez később segít is abban, hogy még ennél idősebben akciófilmekben tudjon szerepelni. Nekem bronzorról mindig apám ugrik be. Az jó. Nem voltam jó viszonyban az apámmal, szóval azt hozzátenném. Micsoda? De nem voltam jó viszonyban az apámmal, szóval azt hozzátenném. De ez annyi, hogy a VHS korszaknak a bronzon egy valahol egy ilyen nagy sztárja volt, és apámnak ő volt szerintem a kedvenc színésze. És tudom, hogy ez ilyen Murphy törvénye, meg ilyen típusú filmek, azok így otthon így VHS-en így elég gyakran kinyite, vagy valami ilyesmi volt, Kinjite, Kinjite, az egy nagyon igen. beteg film egyébként. Szóval, hogy Amikor a Canonnal elkezdett együtt dolgozni, ott egy-két nagyon necces filmet megcsinált. Elnézést, félbeszakítottalak. ja, csak ezt akartam mondani, hogy ezek így rendszeresen megfordultak otthon, és apának szerintem kicsit volt ilyen, hogy ezért is egy picit kinézetben szeretett volna a bronzhoz hasonlítani, és ilyen hasonló bajusz, hasonló haj, meg így volt egy, amíg még így tartotta magát abban a korszakában, addig volt egy ilyen kicsit ilyen bronzhoz való hasonlósága, meg ugyanilyen ilyen szófukar fickó volt, tudod, hogy ilyen nem szeretett sokat beszélni. Szóval nekem így bronzon láttán így apám józan változata ugrik be, igen. Aki még maradt, akiről nem beszéltünk, pedig nem kéne így közelíteni hozzá, hogy ő maradt, az a Jason Robert. És
a szerepe, a figura, a Cheyenne, ugye a végén az ő halála teszi le a fekete, abszolút fekete pontot ennek a filmnek a végén, úgyhogy nem kéne róla epilógusként beszélni. Igazából a figura, ez kicsit, mintha a Eli Wallachnak a figurája akarna lenni a Jó, a Rossz és a Csúfból, de annál jóval melankolikusabb, nem olyan bohóc, mint az Eli Wallach, a Tuko. És megmeri vele csinálni azt a Leónál, hogy ez a karakterépítésnél, amilyen merész a Bronzonnál, csak a végén derül ki a motivációja. Uh-huh. Itt pedig előadja sokáig, gyakorlatilag a Cheyenne-t gyakorlatilag rossz fiúként adja elő sokáig. Uh-huh. Azt hiszük, hogy ő az egyik fő rossz fiú a filmben a Frank uh-huh. mellett. És gyakorlatilag meg tudja fordítani a nézők szemében ezt a karaktert. Egészen mást képvisel a karakter az elején, mint a végén. Uh-huh. Igen. És nem zökken vagy ki legalábbis a szemünkben a teljesen más. Igen, a szemünkben igen, más igen, lesz. Igen, és ugyanaz a karakter, csak a szemünkben más lesz. Igen. Én imádom ezt, hogy, és ezt a Leone szinte állandóan csinálja, irodalomban meg például a James Ellroy tudom hasonlónak felhozni. Imádom azt, hogy ezekben a történetekben nincsen egyetlen egy konkrét főszereplő. Van egy olyan figura, aki esetleg a főszereplője a filmnek, mint például itt a Bronzon, de ez még csak nem is ensemble piece, hanem mindenki egyenértékű, de nincs akkora tömeg a szereplőgárdában, hogy ez egy ensemble piece lehessen. Igen, ez messze nem egy Robert Altman film. Igen, egy Altman film az egy ensemble piece. De itt mindenki egyenértékű, van egy kis csapat, és mindenkinek megvan a saját sztoria, amit végig kell követnünk, és így áll össze egészé a film, és az Elroy is ezt csinálja a regényeiben, és én ezt imádom. Ez nekem nagyon tetszik, nem tudom miért, de én ezt nagyon szeretem. Igen, nagyon szépen vezeti a színészeit, de tényleg egyébként az említett neveken kívül alig van, aki komolyabb, tényleg komolyabb szereppel bír. Még az arcát meg is érzik, mert a Leonénél egy arc az maga a tájkép, szóval addig el tud idézni még gyakorlatilag egy olyan szereplőknek az arcán is, akik egyébként két-három mondatot mondanak összesen a filmben. Például a vasút, az elén az öreg vasutas bácsi, aki ezt bemennek, így ott beleég az arca a retinádba, de közben a fickó egyáltalán nem jelentős szereplője a történéseknek. Figyelj, a Fritz Lang mondta azt hiszem a Godardnak azt, hogy a széles vászon két dologra jó összesen, kígyókat filmre venni, meg temetéseket. De hát ez totális baromság. Amit itt a Leone iskolaként, vizuális iskolaként művel a széles vászonnal, ebben a filmben az egy csoda, és pontosan azt valami egészen szokatlan dolgot csinál, tehát tőle nem szokatlan, az, hogy a széles vászonba az emberi arcokat, a széles vászont kitöltve az emberi arcokat teszi bele, váltogatva az eposzi képekkel. És ez ad egy olyan dinamikát, ez is ad egy olyan dinamikát ennek a filmnek, ami csak a Sergio Leone filmjeiben található meg. Szerintem most lehet, hogy jó végszó, nem? Igen, szerintem is. Sergio Leone-ról még ennek a podcast sorozatnak a során lesz szó, mert mondom, a kedvenc filmrendezőm, és őróla beszélni kell. Őróla beszélni kell. Csaba, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Megtisztelő volt a születésnapi adásodban részt venni. Megtisztelő volt, hogy részt vettél benne. Köszönöm szépen. Sziasztok, kedves hallgatók! Szia, Csaba! Szia, Feri! Sziasztok!